Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Jöjjön egy lépés a helyes útba. De csak egy kis lépés. Csak egy kis lépés. De legalább a helyes úton haladunk. Akinek nem tűnt fel mostanában, a uh, Fog of lecserélték Line of Sight-ra. Szóval Battlefield egy Custom Games Line of Sight és egy új játékot kapunk. Meg mielőtt rátérnék a nagyon jó dolgokra, néha szeretném, hogyha a mostani uh, Respawn Entertainment, vagyis a régi Infinity Ward, aki ugye most átjött az ilyen, és a Titanfall-t megalkották, néha onnan Frank Zampella, a vezérigazgatója a Respawn Entertainment, átmenne a Stockholmba Dice-hoz, és így ütné a Dice-osoknak így a fejét, hogy tanuljatok már meg csinálni egy becsület kurva játékmódot, mert azt látjuk, hogy nem tudják, nem tudtak, és akkor miért mondom ezt? Hát én értem, hogy Battlefield egy rifle mód, vissza akarták hozni a régi hangulatát, és ezt a, ezt a világháborús hangulatot ezzel a, ezzel a játékmóddal, csak egyszerűen mindig sikerül valamit félre nyomni azon a rohadt programozási Dolgokon. Tehát nem tudom, hogy a dice olyan emberek is dolgoznak, akik felelősek a szórakoztatásé, vagy csak mérnökök dolgoznak. És most kezdjük, mivel kezdjük? kezdjük? Kezdjük a jó dolgokkal, és utána rátérek arra, hogy miért csak mérnökök dolgoznak a DICE-nál. Oké? Okay? A jó dolgok. Um, tudjuk, hogy tehát a sikerült is elérni, hogy egy kicsit lelassuljon a játék, hogy az emberek kiéjék az egylövetű ele való mániájukat, és, és, én értem, hogy le akarták annyira lassítani, hogy egy türelemjáték legyen a Line of Side, és közben rás játszol, szóval rás, és a türelemjáték, egy türelemjáték legyen kinézett, kilövölt, kúszol tovább, kinézed, kilövöd, és, és egy igazi precizitás és pontosság kell ahhoz, hogy gyorsan lőjél, és, és precízen lőjél, hogy jobb tudjál lenni, mint a másik. Um, ennyi. Ja, és igen, hát, hát nagyjából ennyi ennyit lehet elmondani, és és tudod, hogyha el is kapod a játék tempót ebben a LiveNAS site-ban, tök jutalmazó tud lenni, annyira tudjátok az egy lövetőekkel való lövést, amit régen uh, uh, Code United Offensive-ben, vagy, vagy um, Code 2-ben elértünk, és amit lehetett csinálni, felhúzol, puv, lősz, a úristen, és ugyanez megvan van Battlefield 1 és ugye, és itt még van egy sniper, amit ráadásul úgy hívjuk, a Martini Harry, ha valamivel jutalmazó játszani, az az, 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 a, a, az a sniper, és egyszerűen fantasztikum, hogy meg van csinálva ez, ez a része ennek a játéknak is, és értjük, tehát értem, hogy mit akarnak csinálni. Azt akarják, hogy lelassul, azt akarják, hogy ne fejjel a fajnak nyomulj, hanem kivárt, kigondold, meggondold, és kész. Na és akkor most beszélgessünk a többi részéről, hogy miért mondom azt, hogy így Frank Zampel át kéne menje, és üsse őket, hogy tanuljatok már meg játszani, csinálni egy játékmódot, ami szórakoztató is tud lenni, a dyson csak mérnökök dolgoznak. Tehát eu, tudom, hogy Suez kanál és Only Suez Canal van ezen a pályán. E ebben a játékmódban. És tudom, hogy miért csak Suez Canal van ebben a játékmódban. Azért azért, mert amikor egyszer Suez kanálba kerül a sor egy Conquesten, egy egy operation egy rasson, egy akármilyen, hogyha Suez Canalra kerül a sor, az emberek 85% a sniperhez nyúl. És ezért rakták be a tetves szueszkanát. Mert ott mindenki sniperhez nyúl. Viszont arra a tetves rohadt életre senki nem gondolt a dice hogy hogy azért nyúlunk egy Suez kanálon sniperhez 40 fő szerveren, nem csak egy rász szerve, 40 fő szerveren, mert hogy egy nagy nyílt terep, és az emberek inkább saját magukra figyelnek, hogy maradjanak életben, sem, mint a sniperesekre. De egy Suez kanálon, ahol csak sniperek és medikek játszhatnak, ott a sniperesek kikre figyelnek, az meg... Hát csak a kurva sniperesekre figyelnek, hogy nehogy kilője őket valaki. Na mit nem ad, és Suez kis lankás dombjain persze csak a fej látszik ki, és bőven elég arra, hogy tetvesül ne tudj játszani egy ilyen játékkal, akkor, hogyha egy objektívet akarod játszani. Na most euh, objektív, tehát rásról játszunk, tehát élesíteni kell a bombát, és, és elhiszem, hogy tehát hogy lassulj le, lassúj le, tényleg az a lényeg, le, figyel meg, nézd ki, de lejár az idő, ez meg, amire megléped azt, a, azt a valami. Tehát valahogy így rá akarnak kényszeríteni arra, hogy menj előre, de megfontoltam menj előre. A probléma például az első nagy dolog, hogy rossz pályára csinálták ezt. Ha szent csinálták volna meg, mindjárt más lenne a tészta, mondjuk a sok házból ott is kempelne e, a dolog, de e, nem tudom, tehát bármilyen másik pálya lehetett volna ott, ahol éppen e, lövész árkok vannak, hogy úgy lehessen a lövész árkok között menni, és ilyen és reflex játékra alapozni a sniper, ez is egy picit gyorsabbra, de mégse túl gyorsra, akkor még szórakoztató is lenne ez a játékmód, mert ettől től még a Verdun is szórakoztatóbb, és pörgősebb, és jobban van kitalálva a játék koncepciója. És ezért csak mérnökök dolgoznak a dice mert ők statisztikákat néznek, és a statisztika, ha azt mondja, hogy e, itt az emberek sniper-eznek, akkor ezt a pályát rakjuk be. Mint ahogy a, az operationsben is, a statisztika náluk azt mondta, hogy a támadó csapat mindig veszít, ezért az meg a támadók kaptak még extra 50 tiketet, és hogyha sikerül elfoglalják egy területet, és a vissza csapatot lenőni, még extra egy nyernek. Miközben no, a tetves rohadt operés, de mindig szinte mindig az a tetves ö, védekező csapat veszített, mert a támadó annyi ö, ö, tankokat kapott, minden szart kapott, amivel lehet előre nyomulni. Na mindegy. És akkor beválasztottak a Suez. Amúgy ah, egy tök jó pálya a Suez. Nagyon szeretem a Suez, csak nem erre a játékfajta stílusa, mármint nem arásra, hanem erre a sniper medik stílusa való. A következő dolog hogy ami megakadályozza nagyban a játék tempóját és haladását, az, hogy sniper, illetve marksman snipereket lehet használni, vagyis a scoped snipereket lehet használni a játékban. Mert azzal tudjátok, hogy mit csinál a béna gyerek? Bemegy, behúzódik a legutolsó dombhoz, vagy a legszélső dombhoz, és ez meg a másik, hogy így kinyújtották, ugyanolyan széltébe játszhatsz a pályával, és nem tud lefedni a pályát, mert ha nyomulnál be valaki, mindig van a még külsőbb szélen, van a még hátsóbb dombon, és ott vár, és így a Russian Sniper elé, ó, látlak, csak pif, lelő. Vagy a Marksman Sniper van, ami nem is villog, pif, lelő, mikor te csinálnád az objektívet, mert végül is az a játék célja, és, például egy jó pont ott lett volna, hogyha ezeket is letítják, nem csak a gránátokat tiltják le, hanem ezeket is csak infantry sniperekkel lehetne menni, na akkor azért feladná a leckét egy-két embernek, hogy hogy kell lőni. Minden bizonyal. Úgyhogy azért és nagyban változtatna a játékom, mert ha kénytelenek lennének, az emberek kicsit közelebb jönni, ugye, hogy közelebb a csatához, hogy láthatóak legyenek, nem ott megbújva a hatodik domb mögött egy russian sniperrel, és hiába villog a szkópja, akkor se bírod eltalálni, mert, mert hogy annyira hátul van, érted? Szóval kicsit, tehát hogyha csak infantry sniperekkel tudnának nyomulni az emberek, sokkal, de sokkal már egy izgalmi faktora lenne az egész játéknak. A következő probléma a spawn idő, ez egyszerűen fantasztikusan, katasztrofálisan rossz, de ez is csak azt sugalja, és értjük, tehát olyan vészesen nem nagy probléma, ez is csak azt sugalja, hogy lassú le, értékeld azt az életet, amit van, mert, mert több, több mint fél perc az, hogy beszpónolj, és természetesen ezzel időt adva a medikeknek is, hogy felé leszelek. Ki nyeri ezt a játékot? Akinél több medik van, az nyeri ezt a játékot. Ez nem kérdés. Tehát itt nincs olyan, hogy balansz, nem balansz, béna vagy prójátékos. Ha, le, ha a, a, az egyik csapatban több medik van, akkor az nyert. Ez száz százalékos. Tehát a több medik viszi ezt a játékmódot. Szóval valamit ezen a téren is kelleni kezdeni vele. Következő probléma a medikeknek, például a cell Rigotti uh, autoloading uh, vagy a, a, a Sweeper Factory, vagy a sweep, Sweeper Factory, igen. Tehát még mindig lehet velük automatában lőni. Tehát ez, érted, egy sniper játékra automata fejvereket, What the fuck? Érted, Tehát, hogy meddig egy szerogattiva betalál automatán, öööö, csak így pislogsz a snipereddel, érted, hogy mi a, mi a fasz van? Szóval uh, nem azért, hát le lehet lőni, ha makkod van, érted, de egy közel csatában, hogyha mondjuk egy uh, gever infantrival vagy, egy vagy bármi nózumba, mm, nem annyira, ha makkod van, beadja, nem arról van szó, de annyira azért nem, és itt, itt már így uf, csúszik. Ám viszont azt kell mondjam, hogy jobb, mint a Fog of War, még így is. Egy tényleg egy lépés a, a helyes irányba, egy jó úton. Remélhetőleg, hogy erre lesznek jobb a dizájnok, vagy, vagy nem tudom. És és egy kicsit tényleg mondjuk letítják a scopus snipereket, csak infantrik, a, a medikek csak egy elő, ne, ne, tudják állítani automatára a fegyverüket. Valaki mondja meg adál, a NASA-soknak könyörgöm, hogy, hogy szórakoztatásról van szó, szóval nem egy mérnöki munkáról. És ja, köszönöm a figyelmet, most már jól panaszkodtam magam, hogy ezzel a játékmonddal kapcsolatban, de, de mégis élvezem amúgy, tehát egy jó játék, nincs vele olyan komolyabb de tényleg egy jó lépés a jó irányba, csak egy picit kell csak rajta finomítani, mondjuk azt, hogy ez egy szórakoztatási játék lenne, nem valami precíz mérnöki munka. Köszönöm a figyelmet, következő videóig sziasztok!